Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Köszöntöm Önöket! 2 hónapja az István a király zenéje szól a kocsijában. Minden nagyobb feldolgozást megnézett, 120 táncost dirigál hetek óta, és bevállalta még a regős szerepét is a színpadon, a Petzhoffer János, aki a darab eredeti bemutatójának 40 éves évfordulójára felújított augusztus 19-i István a király dupla előadást koreografálja. A mostani darab rendezője az eredeti bemutatót koreografáló Novák Ferenc tata fia, Novák Péter, aki most egy kicsit nagyobb teret enged a táncosoknak. Igaz ugyan, hogy mindenki Istvánra és Koppányra kíváncsi, de amikor 120 ember kezébe bot kerül, és egyszerre megmozdul vele, az a szemet azért elviszi. A Petzhoffer Jánossal beszélgettem az egyik reggeli próba előtt. Táncverzum. 40 évvel ezelőtt mutatták be az István a királyt a Királydombon. Novák tata, Novák Ferenc volt a koreográfusa. Az idei 40 éves jubileum, amely augusztus 19-én 2 előadással köszönti ezt a darabot, Novák tata fia, Novák Péter fogja rendezni. A koreográfus viszont a Petzhoffer János, akit köszönthetek a vonal túlsó végén, és néhány perc múlva indulsz is a próbára ide Budapestre. Így van. Péter engem kért föl erre a szerepre, de azért annyit pontosítanék, hogy én ezt nem egyedül csinálom, hanem hát most már mondhatom, hogy tényleg jó pár éve egy állandó asszisztensem Rémi Tündével. Azért magukat, az összeállításokat tényleg én csinálom, de Tünde nekem mindig ott van egy kontrollnak, egy visszajelzésnek, úgyhogy ő nekem nagyon sokat segít. És egyben a párnak is, hiszen rengeteg a páros tánc, mint a néptáncban úgy általában, tehát kell egy nő, akivel ezt a dolgot kipróbálod és megtanítod. Rögtön az elején hogy kérdezzem meg, hogy az eredeti 40 évvel ezelőtti előadáson te ott voltál, és ha igen, mit csináltál, gondolom gyerekként? Nem, én még ennél fiatalabb vagyok, én velem pontosan egy idős az István a király, úgyhogy én 83-ban születtem, tehát én akkor születtem, amikor az István a király készült. Nekem az első nagy élményem, és talán a legnagyobb is, azt hiszem, amit valaha valaki kívánhat magának, az 20 évvel rá, a 20 éves jubilómon volt, amikor szintén tatával a Csíksomjói nyerekben mutattuk be, ahol 500 ezer ember előtt csináltuk, és én ott még fiatal táncosként szerepeltem az István királyban. Nekem ez ott az első nagyon komoly találkozásom a darabban. És milyen volt a darabról a véleményed, részt venni benne? Nekem nagyon, hogy mondjam, nagyon nagy kedvencem, azért, mert ezt azért viszonylag kevesen tudják, de persze én nagyon nagy ilyen, mondjam így, hogy ilyen népi fej vagyok, ilyen nagyon nagy néptáncos, de alapvetően én paksi gyerek vagyok, ahol hosszú-hosszú évtizedek óta megy a blues fesztivál. Tehát én minden nyaramat a blues fesztiválon töltöttem, a blues jazz rock fesztiválon, úgyhogy én nagyon szeretem ezt a rock and roll érzést, tehát nekem ebben a darabban, én ebben megtaláltam ennek a kettőnek az ötvözetét, és én ezt nagyon-nagyon szerettem a kezdetektől, úgyhogy nekem ez tényleg ez egy az első pillanattól egy nagyon nagy kedvencem. Akkor ki volt a koreográfus egyébként? 20 éve? Ott a tata rendezte a darabot, és a Kölin, Orza Kölin volt a koreográfus, ott inkább visszanyúltak ők a 83-as dolgokhoz, nyilván azért a Kölin hozzátette a magáét, tehát ez, de minden esetre a tata szerette volna, hogy ott az eredeti, a 83-as dolgok is alapjában visszaköszönjenek. És hogyha már a 83-as dolgoknál vagyunk, most mennyire fog visszaköszönni? Hiszen ugye Péter, tata fia, amennyire én tudom, valamelyes tiszteleg az eredeti formavilág és rendezési koncepció előtt. Tehát mi az, amit átmentetek ebből, és majd mi az, amit hozzátesztek? Én nekem táncban ez nagyon, én azt kell mondjam, hogy nehéz ügy abból a szempontból, hogy én erre különösen figyelek, nagyon nem szeretek így másoknak a dolgaihoz nyúlni, és én megmondom őszintén, hogy én meg is néztem minden István a király feldolgozást, nyilván azért így a nagyobbakat, tehát szerettem volna nagyon kikerülni azokat a mozgásokat, amiket mások használtak. Nehéz ügy, mert nyilván akikről most beszélek, azok főleg néptáncokból indultak ki, és nyilván én is abból indulok ki, hiszen nekem is ez a formanyelvem, de tényleg azon vagyok, hogy valami sajátot, valami egyénit tegyek bele, amit,
amit még másoktól nem láttunk, és bízom benne, hogy ez sikerülni is fog. Én úgy hallottam, mert tegnap azért beszélgettem sok mindenkivel, aki benne van ebben a darabban, hogy itt most a táncnak sokkal nagyobb és erősebb szerepe lesz. Több a táncos is, több a táncos betét is, több mint 100 táncost mozgattok. Hogy álltatok így össze? Így van, ez most 120 táncosról beszélünk, sőt még egy kicsit többről is, de gyakorlatilag tényleg az van, hogy vannak benne nagyon nagy táncos képek. Azért nyilván nem az egész, mert hát azért szerintem itt nagyon sokan pontosan ismerik a darabot, tehát vannak ebben kamara jelenetek is. De a nagy jeleneteknél azért, amikor megmozdul 120 táncos, az önmagában egy nagyon komoly látvány, ami igen, azt gondolom, hogy egy jelenetet annyira elvisz, hogy persze ott van a szólist, és úgyis a szólistákról fog szólni, azért ezt nem mondhatjuk, hogy nem a szólistákról fog szólni. Mindenki Istvánra kíváncsi, Koppányra kíváncsi, és az összes szereplőre, de kétségkívüli, hogy a látványt az ezek a dolgok meghatározzák. Tehát amikor 120 embernek a kezébe bot kerül, és az egyszerre megmozdul, vagy akár szólamozva egy kicsit eljátszadozunk vele, az mindenképpen a szemet elviszi, és ami még nagyon fontos, hogy jó pár jelenet úgy alakult ki, hogy kifejezetten a tánc dramaturgia adta meg a szituációt, és utólag lettek ráhelyezve a színészek, akiket szintén a magába a jelenet értelmezésébe megsegítette, és nagyon előre vitte abba, hogy hogyan is kell neki az adott jelenetben részt vennie. Egy ilyen darabban a táncosoknak kétféle szerepe lehet. Tömeget alkotnak, mozgatják az embereket a színpadon, de valójában olyan nagyon nem nehéz technikailag. És akkor van a másik, amikor bizony rendesen oda kell tenni, komoly koreográfia, komoly technika, lényegében önmagában is a táncok megállnák a helyüket, hogyha valahol egy kamara darabként előadnák őket. Melyikhez áll közelebb a te elképzelésed? Valahol talán a félúton, és ennek van egy ilyen viszonylag egyszerű oldala, ugye az, hogy itt nem az van, hogy egy évig mi tudunk próbálni ezzel, és túlzásba estem nyilván az egy évvel, de alapvetően egy hónapunk van erre a dologra, és az egész darabra, tehát nem csak a táncokra, hanem a minden másra is. Úgyhogy mi akármennyire is előkészültünk, és akármennyire is már igyekeztünk úgy menni az első próbára, hogy szinte mindenhez volt egy skic, volt egy elindítás a dolognak, de azért itt az egy hónap alatt onnan indultunk nulláról, ugye ez nem egy hivatásos együttes, ez nem egy olyan együttes, ahova mi bejártunk próbára előtte, hanem ott találkoztunk ezzel a 120 emberrel. Tehát először is fel kellett mérnünk ki, hogy táncol, ki mire alkalmas, és hát igen, vannak különböző tánctudások, tehát elkezdtük a folyamatokat tanítani, akkor esetleg lehet, hogy egy kicsit le kellett egyszerűsíteni, lehet, hogy adott pillanatban azt mondtuk, hogy hát ez ide lehet bátrabbat gondolni, többet gondolni, mert nagyon könnyen vette a társaság, vagy akkor most ide ne 60 ember jöjjön, hanem csak 30, mert az a 30 az, aki ezt olyan vagányul meg fogja tudni nekem csinálni. Úgyhogy nyilván emiatt alkalmazkodni kell az időhöz. És ez most itt nagyon nagy úr az idő, tehát itt egy hónap alatt tényleg el kell készülnie a nulláról a darabnak. Úgyhogy van olyan jelenet, ahol tudtunk nagyobbat meríteni, és én azt gondolom, hogy valóban nagyon komoly mozdulatokat hozzá tudtam tenni, de van olyan, ahol azért kicsit egyszerűsíteni kellett. És még egyet ehhez én hozzátennék, hogy van olyan, amikor nem is igényli maga a jelenet, hogy agyon táncoljuk, hiszen egyszerű mozdulatok sokkal jobban megsegítik magát a dramaturgiát. Nem tereli el a figyelmet mondjuk valami más. Melyek azok a csúcs jelenetek tánc szempontjából, amire azt mondod, hogy fú, az nagyon ütős lesz? Hát most itt táncos szempontból én azt gondolom, hogy van az egész darabban, tehát a darabnak vannak slágerei, hogy mondjam, amik tényleg nagyon nagy slágerek, amiket az ember úgy koreografál, hogy ez nagyon fontos, legalábbis én mindenképpen így vagyok, hogy egy koreográfus szerintem akkor tud jót csinálni, ha a zene inspirálja és ha viszi. És nyilván ezek az óriási slágerek, ezek mindenkit inspirálnak, és erre megnyílik a fantáziája. Tehát azt gondolom, hogy a Laborcnak az éneke, a Nem kell olyan Isten, vagy a Sámán tánc, ezek mind olyan tételek, a Szállj fel szabad madár, amik nagyon viszik az embert, amik nagyon dögösek, óriási slágerek. Én azt gondolom, hogy a tánc is föl tudott hozzá nőni, vagy hát nagyon bízom benne, hogy föl fog hozzá nőni. Alapvetően mely tájegységekből merítettél? Nincs ennyire lekonkretizálva a dolog. Nyilván az ember először, ugye, hát
ezerszer, hát nekem kb. 2 hónapja István a király szól a kocsimba, meg mindenhol, és az ember keresi a ritmusokhoz, a lüktetésekhez a tánc anyagokat. Azért nincs olyan, hogy most én egy adott tételt, egy adott tájegységből koreografálom meg. És a másik nagyon fontos, hogy én nem használok soha semmilyen másik technikai forrás. Tehát én csak a néptáncból indulok ki, ahol úgy érzem, hogy nem néptáncos mozdulattal kell megoldani, ott, hogy mondjam, ott inkább ilyen civil mozdulatokat teszek bele a dologba. Tehát ahol azt igénylem, hogy tegyünk bele egy íjnak a felhúzását, oda én nem valami modern kortárs mozdulatot csinálok, hanem valóban kiállok, keresek egy olyan pozíciót, amit mondjuk az íjászatban használnak, és valóban felhúzom az ideget az íjon. És akkor én nekem ez sokkal többet ad, mint hogyha valami egyéb más nyelvet, táncnyelvet hoznék be a dologba. Úgyhogy nyilván keresgél az ember, de mondom, vegyíti a dolgokat. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy jelenet az egy adott tájegységre teszünk rá, de ilyen is lesz amúgy. Tehát például a lüktetés nekem azt kívánja egy páros táncba, hogy a Szent Iványi megadja nekem azt az imbolygós kis szerelmes hangulatot, amit látni akarok, akkor nem is keresgélek tovább, akkor abból a táncanyagból meg fogom oldani. Egy picit azért erről a 120 emberről beszéljünk. Alapvetően nem hivatásos táncosok, hanem különböző amatőr együttesekből, amatőr itt most nem a színvonalról beszélek, hanem arról, hogy nem a főállásukban táncosok. Tehát ezekből az együttesekből áll össze, és Magyarországon erre óriási lehetőség van, mert a világon nincs annyi, és olyan erős és jól felkészült, technikailag felkészült amatőr együttes, mint nálunk. Honnan kik csak így felsorolásképpen érkeznek ide a darabba? Egy kicsit annyiból árnyalt a dolog, hogy az alapvető csapat, akivel a legtöbbet dolgozunk benne, az a Magyar Táncművészeti Egyetemnek az osztálya. Őket tudtuk bevonni a csapatba, nyilván azért, mert mi is a Tündével itt dolgozunk az egyetemen, tehát adott volt a dolog, hogy az osztályt magunkkal hozzuk, és ugye ők ugyan még folyamatában vannak, tehát ők még csak harmadévesek lesznek, de alapvetően ők hivatásos táncosnak készülnek, úgyhogy őket már mondhatjuk, hogy a hivatásos szellemmel jönnek, és kell is, el is várjuk tőlük, hogy azzal lépjenek be a darabba. És emellett valóban itt vannak a amatőr együttes táncosai, úgy, mint a Bartók együttes táncosai, aztán itt vannak a BEM együttesből, Szilas tánc együttesből, és azt gondolom, hogy, és bocsánat, és még egy másik szintén iskola, egy szakiskola, a Fóti iskola táncosai, akik, ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy de én azt gondolom, hogy ezt nem kell szégyelni, ezt a szót, hogy amatőr mozgalom táncosai, mert ez annyi pluszt hoz a dologba, de ugyanakkor a kettőt tényleg elválik. Tehát nem mindegy, hogy valaki amatőr szinten egy civil élet mellett csinálja ezt a szakmát, vagy pedig főállásként. És mindig megvan az előnye és a hátránya is. A hivatásos táncos az mozdulatban adott esetben sokkal többet bele tud hozni, hiszen ő minden nap táncol, ő minden nap ez a napi tevékenysége, minden nap a tánccal foglalkozik. Ugyanakkor benne van sokszor a lehetőség, hogy ilyen hivatásosként, félhivatásosként egy kicsit profik azért néha úgy bele tudnak süppedni a sok-sok munkába. Az amatőröknek hozzák ezt az elképesztő amatőr lelkesedést, ugye ő kiszakad a civil életéből egy pillanatra, egy 2 hétre, egy 3 hétre, egy hónapra, és olyan lelkesedést hoznak, olyan akaratot hoznak a dologba, ami egészen elképesztő. És szerintem ez a kettő nagyon jó hatással van egymásra. Tehát a kettő egymás mellett nagyon-nagyon jól kiegészíti egymást, és amíg egy amatőr táncos rengeteget tud tanulni mondjuk egy iskolástól technikailag, addig meg az iskolás a napi rutin mellett ettől a lelkesedéstől szerintem új erőre kap. És ez nagyon szépen működik egymás mellett. Te benne vagy-e? Táncolsz-e? Jaj, hát nagy dilemma volt a dolog, mert elég fiatal társaság jött össze, de igen, én alapvetően úgy indultam neki, hogy mindenképpen szeretnék táncolni, ugye alapvetően én még aktív táncos vagyok, ugyan már én ilyen szabadúszóként, hogy ilyen modern szóval éljek, tehát már nem együttesi szinten, és nyilván azért
nem is táncolok annyit, mint a mai hivatásos együttesben a táncosok. De végül is igen, azt gondolom, hogy nem tudom kihagyni. Tehát be fogok állni igen a fiatalok mellé. Azért hál' Istennek van egy-két idősebb táncos is, tehát akik mellett azért nem lógok annyira ki. Úgyhogy be fogok állni, igen. Csapatba? Tehát valamilyen közös dologba? Azokba is, igen, igen. Nyilván a kamarább dologba is, a nagyobb jelenetekbe is. Úgyhogy én is ott leszek. És még olyan megtiszteltetés is ért, hogy az egyik regős szerepét is megkaptam, így Agócs Gergő mellett én fogom énekelni a regős szerepét. Hát sok sikert kívánok! Az elmúlt percekben Appelshofer Jánossal beszélgettem, táncművésszel, koreográfussal, aki a 40 év után ismét előadott István a királynak a koreográfusa. Sok sikert nektek, köszönöm a beszélgetést! Táncverzum.